Manőverezés közben lezuhant egy kis repülőgép a Fejérvár megyei Börgöndi repülőtéren. Úgy tudni, hogy a gép egy parkolóautó közelében csapódott a földbe, a kocsi pedig a becsapódástól kigyulladt. A pilóta és az utasa szörnyet halt a balesetben. Négy embert vittek kórházba, egy kislányt, egy nőt és egy férfit súlyos égési sérülésekkel szállítottak a fővárosba, egy kisfiút pedig a székesfehérvári kórházban látnak el. A kis repülő elszáll a közönség felett, az oldalára dől, megpördül és hirtelen a földbe csapódik. Egy néző a telefonjával vette videóra a becsapódást. A gép közvetlenül a parkoló autók mellé zuhant, majd lángokat látni. Többen is voltak a közelben. A tragédia Fejér vármegyében a Börgöndi légiparádén történt. A mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre, több esetkocsit és három helikoptert is riasztottak. Összesen négy sérültet kellett ellátniuk. Úgy tudjuk, hogy egy családról van szó, akik pont ott voltak, ahová a repülő becsapódott, a pilóta és az utasa szörnyet halt. A repülőben utazók életét nem lehetett megmenteni. Egy kislány, egy nő és egy férfi súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Őket helyszíni ellátás után mentőhelikopterekkel szállítottuk fővárosi gyógyintézetekbe. Egy kisfiú is megsérült, ő könnyebben, helyszíni ellátás után őt Székesfehérvárra szállítottuk. Sűrű füstfelhő emelkedett a magasba. Ez a fotó másodpercekkel a tragédia után készült, és a közösségi oldalon tették közzé. A tüzet a helyszínen tartózkodó székesfehérvári önkéntes tűzoltók kezdték el oltani, akikhez nem sokkal később megérkezett az erősítés is. Székesfehérvárról három gépjárműzecskendő, vízszállító jármű és a műszaki mentőszer érkezett a Börgöndi repülőtérre. A lángokat végül a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal együttműködve folytották el a helyszínen. Roncsok maradtak csak a sportrepülőből, darabjai métereken át szétszóródtak a fűben. Az EMET stábja még a bemutató előtt felvételeket készített a gépről és pilótájáról, akit kegyeleti okokból kitakartunk. Sajtóhírek szerint a férfi a fiával együtt volt a kisgépen. A balesetben mindketten meghaltak. A Trojan típusú kisrepülőből ez az egyetlen volt Magyarországon. Rendszeresen vettek részt légi bemutatókon, egy nappal korábban például Szegeden. A repülő napot a baleset után azonnal felfüggesztették. Azt, hogy mi okozta a tragédiát, egyelőre nem tudni, a baleset körülményeit vizsgálják. Most pedig kapcsolunk a helyszínre Németh Krisztiánhoz, aki órák óta követi az eseményeket. Kérlek, hogy foglald össze, mit lehet tudni a balesetről, hogyan történt pontosan. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Ezekben a percekben is zajlik a helyszínen, és a rendőrség most már teljesen lezárta a területet, ezért stábunknak is el kellett hagynia a Börgöndi repülőtér teljes területét. A következőkben látott felvételek még a délutáni órákban készültek. Ez a bizonyos egymotoros, az 50-es években épült magyar Lajstrom-jellel repülőgép nem sokkal a felszállást követően zuhant le. Kétszer áthúzott a közönség előtt a kifutópálya vonalában, és a harmadik áthúzásnál belekezdett ebbe a bizonyos orsózó manőverbe, amelyet már nem tudott befejezni, és a földbe csapódott. Azt fontos tudni, hogy a repülőgép nem a repülőtér területén, nem a műveleti területen zuhant le, hanem egyébként egy repülőtér melletti magánterületen. Sajnos ezen a magánterületen parkoltak autók, és néhány néző is ott tartózkodott, ők azok, akik súlyosan vagy könnyebben megsérültek ebben a repülőgép balesetben, tehát nem a rendezvény hivatalos parkolójába zuhant le ez a bizonyos sportrepülőgép, hanem a reptéren kívül történt a szerencsétlenség. Tehát a helyszínen és ezekben a pillanatokban is zajlik Börgöndön. Az iménti beszámolóban elhangzottakhoz képest nem tudunk újat mondani a helyszínről, hiszen még vizsgálja a rendőrség a baleset körülményeit. Volt alkalmam beszélgetni a délutáni órákban Sziládi Dezsővel, a rendező, az Albatrosz Repülő Egyesület elnökével, aki hát egészen megrendült, hiszen nagyon jó sport repülőbarátokat veszített el. Egy szegedi család tagjai azok, akik fent ültek a gépen, és sajnos lezuhantak a mai napon. Lement
nem sokkal ezelőtt a nap Börgöndön, és ez egy nagyon-nagyon szomorú naplemente. Nem sokkal ezelőtt egyébként a rendezvény támogatójaként Székesfehérvár önkormányzata képviseletében Cser Palkovics András polgármester közösségi oldalán biztosította együttérzéséről a gyászolókat, és kívánt mielőbbi teljes gyógyulást mindazoknak, akik megsérültek a mai napon ebben a balesetben. Németh Krisztiánnak köszönjük!